Üdvözlöm Önöket az Oskolában! A mai napon a szovjet időszakkal fogunk foglalkozni, mégpedig azzal, hogy milyen helyzetben voltak az ukránok a szovjet periódusban. Ebben segítségünkre Császár István történelemtanár lesz, aki a teljes időszakot fogja nekünk bemutatni, attól kezdve, mikor Ukrajna a Szovjetunió részévé vált, teljesen függetlenedé válás időszakáig. Így van, köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, nagy szeretettel. A konkrét téma a szovjet korszak 1954 és 1991 között. Nyilvánvalóan Ukrajna ebben az időszakban USSK néven a Szovjetunió területéhez tartozott, de a szovjet eseményeken belül Ukrajnában is meglehetősen nagy változások mentek végbe, melynek következtében 1991-re részint geopolitikai, részint pedig belpolitikai következmények miatt függetlenné válik Ukrajna, ezt megelőzően pedig szétesik a Szovjetunió. Kezdjünk is bele! Kicsit korábbról kell beindulnunk, ugyanis a konkrét témánk 1954, de hát ugye az előzményekkel is foglalkoznunk kell. Egy nagy korszak zárult le 1954-et megelőzően, egészen pontosan Josif Visarjevics Sztálin regnálása ért véget 1953. március 5-én bekövetkezett halálával. A Sztálin korszakkal ugye már a korábbi részekben foglalkoztunk, vele most nem szeretnénk részletesebben törődni, hanem szeretném azt bemutatni, hogy milyen belpolitikai változások történtek ezt követően, és milyen hatásai voltak ezek az ukrán területekre. Sztálin halálát követően egyértelműen hatalmi harc indul be, ugye ezt nevezzük a kollektív vezetés időszakának is. Sztálin a maga despotikus uralkodásának is nevezhetett időszakában egy egyszemélyes vezetői időszakot hagyott maga után, amely következtében hirtelen halálát követően pedig nem volt kinevezett utódja. Ezért ugye az SKP legfelsőbb vezetői megosztották egymás között az 1953-as halálát követően a hatalmat. Ugye Malenkov lett a miniszterelnök, őt láthatjuk a képen, Nikolaj Bulganin honvédelmi miniszter lett, Lavrentyi Beria lett a belügyminiszter, ugye neki volt igazából a legnagyobb hatalma, a belügyminisztériumhoz tartoztak a rendvédelmi szervek, a titkosszolgálatok, és tőle tartottak leginkább vezetőtársai, valamint ott volt még a sorban Nikita Hruscsov, ugye, aki az ukrán területekről érkezett, és ő lett az SKP első titkára. Korábban ezeket a feladatokat többnyire Sztálin látta el, a halálát követően azonban szétosztották a feladatokat, ugye a négyes kollektív vezetésnek is nevezzük ezt az időszakot. Azonban ez nem tartott sokáig, hatalmi harc indul be a négy vezető között, és ez ugye ahhoz vezet, hogy mindig a legerősebbtől félnek a többiek. Szövetségre léptek Beriával szemben, amúgy Nyugat-Európában is úgy gondolták, hogy Beria fogja átvenni a Sztálint követő űrben a hatalmat. Ugye az ő kezében volt a legnagyobb hatalom, a rendvédelmi szervek, az erőszakszervezetek. Azonban ugye elkövetett néhány hibát, túl hamar megpróbálta a helyzetét stabilizálni, ezért az ő utasításai, illetve belső parancsai kiszivárognak, a három másik vezető összefogja lenne, koncepciós perben pedig 1953 végén Moszkvába perbe fogják és kivégzik. Amúgy ő az utolsó szovjet legfelső vezető, akit ilyen perben elítélnek. A koncepciós per jelentése pedig ugye az, hogy mondva csinált ürügyeken valamilyen nagyon súlyos vádat szabnak ki valakire, Beriára konkrétan árulás vádját illették, és ezt követően pedig halálos ítéletet róttak ki rá. Ugye az új vezető Hruscsov lesz, ugye ő az SKP főtitkára,
És egy idő után ugyan még nem esik abba a hibába, mint Beria, és szépen apránként kezdi el kiépíteni hatalmát, de elmondhatjuk, hogy az 1954-re a legfelsőbb pozíciókba a saját embereit helyezi be, úgy a tagköztársaságokban is, ugye nagyon gyakran vett maga mellé az USSK területéről származó vezetőket, maga is onnan származott, és bízott bennük, ezt követően pedig kiépíti saját vezetői elitjét, és az ő támogatásukban bízva teljhatalmú uralkodója lesz a Szovjetuniónak. Azonban ezt megelőzően még le kell számolnia a múlt árnyaival, hogyha fogalmazhatunk így, ő pedig ezt a desztalinizáció folyamatában látta logikusnak, ami azt jelentette, hogy felszámolja azokat az intézeteket, azokat a jelenségeket, azokat a vezetői attitűdöket, amelyeket Sztálin dolgozott ki, tehát a személyi kultusz, a legfelsőbb vezető és annak tévedhetetlenségének a kultuszát, ezzel pedig majd kicsit később foglalkozunk is. Ugye maga ez a jelenség, hogy desztalinizáció, az a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának 20. pártkongresszusán indult be. Ugye itt hangzott el Hruscsov híres hírhet beszéde 1956. február 14-én, ugye 14-től 25-ig tartott ez a kongresszus, és ezen Hruscsov előadta az ő Sztálin személyi kultuszáról és annak következményeiről című beszédét. Ez ugye a történelemben a Hruscsov titkos beszéde néven került be. Ugye titkos beszéd több száz ember előtt adta elő, de a sajtóba ennek a teljes szövege nem került be. Ugye Sztálin a Szovjet Kommunista Párt, illetve Sztálin a Szovjet Kommunista Párt legfőbb vezetői előtt szégyenült meg ezáltal a halálában. Ugye Hruscsov előre előkészített dokumentumokkal bizonyította Sztálin háborús bűneit, a kitelepítéseket, a koncepciós perek következményeit, a halálra ítélteknek a sorsát, a gulág kényszermunkatáboroknak a helyzetét. Természetesen ugye Hruscsov is Sztálin egyik legközelebb követőihez tartozott, azonban a saját felelősségéről nem mutatott be dokumentumokat. Titkos beszéd volt, de azért nagyon sok ember hallotta. A sajtóban nem került ki, de a kongresszust követően, miután hazatértek a kongresszusnak a tagjai, elkezdtek ezekről beszélni, elkezdtek terjedni ezek a hírek, és ugye a Sztálin nevét övező rettegés, félelem az egyre inkább elkezdett óvadni, elkezdett kicsikét lazulni, és ez már lehetőséget biztosított Hruscsovnak, hogy leszámoljon a Szovjet Kommunista Párt legfőbb vezetői között lévő Sztálin hű emberekkel, akik ugye az ő hatalmát is veszélyeztethették. A következő lépcsőfok pedig ugye a politikai rehabilitáció volt, ami azt jelentette, hogy több tízezer, illetve a teljes szám az több százezerre becsülhető, de olyan embereket engednek szabadon, olyan elítélteket engednek haza, akiket különböző politikai vagy más mondva csinált okoknál fogva ítélnek el a sztálini diktatúra, illetve rendszer idején. Ez először Hruscsovnak nagyon nagy népszerűséget biztosított ezek között az emberek között, akiket elengedtek, azonban ez nem volt teljes. Tehát a rehabilitáció ugyan nagyon sok embert érintett, de például azokat a népcsoportokat, akiket kitelepítenek a Sztálin regnálása idején, például a krimi tatárokat is, akik a Volga és Ázsia más területeire telepítenek ki, ugyan már nem olyan szoros a felügyeletük, de nem engedik őket haza, nem térhetnek haza azokról a területekről, ahonnan annó erőszakosan kitelepítették őket, és így jártak más nemzetiségek is. Ezt követően ugye a hruscsovi időszakról beszélhetünk, majdnem egy évtizeden keresztül vezette a Szovjetuniót, olyan nagy gazdasági és társadalmi változások indulnak be ebben az időszakban, amelyek a mai Ukrajna területét is meghatározták.
Először is gazdasági reformokat vezet be, ami azt jelenti, hogy a nagyon koncentrált és nagyon fentről érkező pártutasításos központi tervgazdálkodáson egy picikét enyhítenek, ami azt jelenti, hogy a kolhozokban, illetve a különböző gyárakban picikét nagyobb szabadságot adnak a belső tervezésnek. Nem mindent Moszkvából kell elfogadniuk, hanem egy kis autonómiát kapnak, nagyobb szerepet kapnak a helyi tanácsok is. Ebben Hruscsov úgy gondolta, hogy a saját párton belüli helyzetét tudja javítani, és meg tudja a párttagság körében is erősíteni a pozícióját. A gazdasági reformok mellett ugye a nagyon jelentős probléma volt az 50-es évek közepén a Szovjetunión belül a mezőgazdaság rossz helyzete. Ugye a sztálini rendszerben a II. Világháborút követően is egy ilyen erős, nehézipari gazdaságpolitika figyelhető meg, ami tervgazdálkodáson alapuló, nehézipart dotáló és túlságosan erőltető gazdasági tevékenységről beszélhetünk. Nagyon sok bánya, nagyon sok kohászati üzem, egyéb más ilyen jellegű létesítmény épült, és a mezőgazdaságot, valamint a feldolgozóipart azt elhanyagolták. Ennek ugye az volt a többek között az oka, hogy a nehézipar, főleg a hadipart, illetve a hadsereget szolgálta ki, amely ugye létfontosságú volt a Szovjetunió világpolitikai törekvéseiben, de ugye ezért ilyen hiánygazdaság és üres polcok fogadták az embereket a hétköznapokban, a boltokban. Ez súlyos probléma volt az 50-es években, valahol még a napi kenyér ellátás is akadozott. Ezt próbálta Hruscsov is megoldani, például azzal, hogy beindulnak az úgynevezett szűzföldek feltörései. Ugye ezek az Ukrajna azon területei, amelyek a Ukrajna keleti, és ugye a Szovjetunió déli és szibériai területének, ugye mai Kazaksztán és Volga környéke, valamint Szibéria nyugati területeinek a még feldolgozatlan, még megműveletlen földjeinek a mezőgazdasági termelésbe való beemelését tűzte ki célul. A mai Ukrajna területéről is több tízezer fiatal az iskoláik elvégzése után egyrészt pártutasításra, másrészt ugye a jó fizetés reményében ezekre a területekre költözött, ahol mezőgazdasági munkával kezdenek el foglalkozni. A szűzföldek feltörése kezdetben sikeres volt. Ugye a friss földeken viszonylag kevés befektetéssel jó termés átlagokat lehetett biztosítani, azonban a későbbiekben a túl nagy termésterület, valamint a kevés és nem hozzáértő munkaerő, illetve a gépesítés hiányai miatt egyre csökkennek a vetés átlagok, illetve a betakarítási átlagok, amely következtében ugye ráfordításos, ráfizetéses lesz ez a projekt. Illetve ugye másik, amely eléggé negatív színben tüntette fel Hruscsovot, az ugye az amerikai útját követően megismerkedik Amerikában a kukoricatermesztésnek a jelenségével, a modern kukoricatermesztéssel, és nagyon megtetszik neki ez a növény, és visszatérve Amerikából elrendeli, hogy kukoricát kell termeszteni a Szovjetunióban is, mert ez nagyon jó takarmánynövény, nagyon nagy a terméshozam, stb. És az addig viszonylag jó működő búza központú gabonatermesztésben jelentős csökkentéseket indítványoznak, és a termésterületek egy nagy részén pedig kukoricát kezdenek el termeszteni, csak ugye nem veszik figyelembe azt, hogy a Szovjetunió területén, ugye a mai Ukrajna meg a Oroszország területén is
Ugye más az éghajlat, mint ugye Amerika északi területein, ahol ezeket a kukoricát és egyéb ilyen növényeket termesztették, más a talajviszony és más a csapadékmennyiség is, és így csúfos kudarcba fullad a kukorica elterjesztése is Hruscsov gazdaságpolitikájában. Azonban vannak a mai Ukrajna területen is pozitív hozamányai. Például a gazdaságfejlesztés szempontjából ekkor indul be Lember környékén buszgyár, és azt felfejlesztik. Ugye a kremencsuki autógyárban nagy teherautókat kezdenek el gyártani, valamint Ukrajna területén beindulnak az első kelet-nyugat irányú gázvezetékeknek is a lefektetése. Ez a kép példa egy Harkov melletti gázvezeték építéséről szó. Ezen kívül beindulnak a modernebbnek számító traktorgyárak, és az elavult gőzmozdonyok helyett is most már Harkov és Nyugat-Ukrajna más városaiban modern dízel, illetve elektromos meghajtású villanymozdonyokat is elkezdenek gyártani. A társadalmi életben is nagy változások történnek Hruscsov idején. Ugye ebben az időszakban egy munkás átlagfizetése 650 rubel volt az 50-es évek végén, 60-as évek elején, bár a 60-as évekre a 60-as évek elejére ez felszakik 700 rubelre is. Ez egy munkás emberé, aki mondjuk valamilyen gyárban dolgozott. Hogy ez sok vagy kevés? Hát egy kenyér olyan egy rubel vagy másfél rubel volt, egy kiló disznóhús 30 rubel környékén lehetett ebben az időszakban, és egy férfi öltöny pedig 250 rubelben került, tehát elvileg ez egy kielégítő fizetésnek számított, és ugye a munkások keresték igazából a legkevesebbet, de ennek ellenére hiába kerestek viszonylag megfelelően a munkások, amikor a pénzükből nem igazán tudtak jó minőségi, vagy egyáltalán bármit is megvásárolni, ugyanis a tervgazdálkodás problémái miatt a boltokban hiány volt a legtöbb termékből, vagy pedig nem megfelelő minőségűek érkeztek, mint az előbb már említettem, ez egészen élelmiszer-elosztási problémákig is vezetett ebben az időszakban. A másik probléma ugye a lakáskérdés. A II. Világháború alatt nagyon sok lakás, ház semmisült meg, amelyeknek az újjáépítése akadozott ebben az időszakban, a mai Ukrajna területén is. Ezért Hruscsovék kidolgoztak egy ilyen lakásépítési tervet, amely következtében nagyon sok külvárosban a 60-as évek elejére célul tűzték ki, hogy ilyen 3-4 emeletes téglából épült tető, pincehelyiség és szeméttárolási lehetőségeket hiányoló, illetve hát mellőző tömbházakat építsenek. Ezt a köznyelv akkoriban és még manapság is Hruscsovkáknak nevezi. A legtöbb szovjet város külterületén mai napig megtalálhatóak ezek a lakások, amelyek a kezdeti időszakokban nagyon kicsik voltak, rossz felszereltségűek, a falak nagyon véknyak voltak, zajosak voltak ezek a lakások, de ugye a lakáshiány miatt és az emberek városokba költözése miatt nagyon nagy szükség volt ezeknek az építésére, és a rossz minőségük ellenére is tömegek vártak a beköltözésre. A későbbiekben ugye már ezeket a téglaépületeket felváltják a panelblokkokból készült magasabb, jobban ellátott és jobb komforttal rendelkező tömbházak, de ebben az időszakban többnyire ezekre volt lehetőség. Azonban a városokon kívül a falusi lakosság és elég rossz körülmények között élt. Nagyon sokan még földházakban, vagy pedig vályokházakban laktak, főleg a kóhoz tagok, vagy ahogyha ahol a kóhozok építettek házakat a munkásaiknak, azok általában egyszobásak voltak. Nagyvárosokban jellemző volt, hogy bérelték, vagy munkásszállókon éltek az emberek, amelyek nagyon rossz körülmények között lehetett ezeket elképzelni. Volt olyan, hogy egy szobában élt egy egész család, vagy pedig a munkásszállók ugye egy szinten egy mosdó, egy zuhanyzó, illetve hát a közös konyha az nem volt a legjobb életfeltételnek a forrása. Az ellátási nehézségekről már beszéltünk.
Ezen kívül azonban a munkásosztályt leszámítva volt egy másik társadalmi réteg, amely viszonylag jól élt. Ugye a tudományos élet elitje, a különböző kutatóintézeteknek a vezetője, a tudományos akadémiáknak a tagjai, azok ugye az előbb említett 650 rubelhez képest 4-5000 rubeleket is kereshettek, illetve ez egy viszonylag szűk réteg volt. Azonban megjelenik egy új társadalmi réteg, a nomenklatúra, amely az új rendszernek a kiszolgáló hivatalnoki rétegét jelenti. Tehát ez a helyi tanácsoknak a különböző vezetői, a kolhozok vezetői, az üzemeknek a vezetői, pártagok, nyilvánvalóan a nomenklatúrában csak pártagok lehetnek benne, a tagköztársaságok különböző funkcionáriusai, és egészen a szovjet kommunista párt legfelső vezetősége is a nomenklatúrához vezetett. Ők sokkal jobban kerestek, mint az átlag, ők is ilyen 4-5 ezer rubeleket kerestek. A legfelsőbb vezetés, ugye a szovjet kommunista párt központi bizottságának tagjai 10 000 rubeleket kerestek, illetve egyéb kiváltságok is jártak nekik, szolgálati gépjármű, ami ebben az időszakban teljesen ritka volt, utazási lehetőségek, illetve ők már külföldről behozott termékeket is vásárolhattak a direkt nekik fenntartott boltokban. Ugye a hruscsovi rendszer a maga óvadásával számos problémára ráirányította a figyelmet. Ezek közé tartozott az is, hogy nagyon sok ember elkezdett elégedetlenkedni, beindulnak a különböző ellenálló, vagy pedig egyet nem értő mozgalmak, ezeket disszidens, vagy 60-as mozgalmának is szoktuk nevezni, Ukrajna területén is több ilyen kisebb mozgalom indul be, illetve az óvadás következtében még korábban a sztálini rendszerben elképzelhetetlen volt az ellenállás és a kritika megfogalmazása, addig Hruscsov politikájával szemben egyre inkább egy erős ellenállás indul be. Leginkább az a problémája a párt vezető elitjének, hogy Hruscsov politikája kiszámíthatatlan. Hruscsov politikájával szemben egy erős ellenállás indult be a szovjet kommunista párt legfőbb vezetői körében. Ugye a legnagyobb problémája Hruscsov következetlenségében volt. Tehát csapongó, meggondolatlan politikát gyakorolt, amely egy idő után félelmet keltett a szovjet kommunista párt vezetői körében, mivel nem tudták kiszámítani Hruscsovot, és így tartottak is tőle. És végül is saját emberei, saját Ukrajnából és más tagköztársaságból érkező legfőbb bizalmasai árulják el Hruscsovot, élükön Leonid Brezsnyevvel. 1964. október 14-én Leonid Brezsnyev vezetésével Hruscsovot saját emberei buktatják meg a szovjet kommunista párt éléről. Ugye ő az egyetlen olyan pártvezető, aki nem halálával aki nem halálában veszíti el vezetői szerepét, hanem leváltják a szovjet kommunista párt éléről. Ezt követően pedig a brezsnyevi éra következik a Szovjetunió történelmében. Ez a leghosszabb időszak a II. Világháborút követően, amelyet egy ember vezette a Szovjetuniót. Egy fél emberöltőnyi idő alatt 18 éven keresztül vezette Brezsnyev a világ akkori egyik legnagyobb katonai és gazdasági hatalmát, amely történetében nagyon jelentős és elhúzódó változások történtek meg. Első titkárá választását követően Brezsnyev hasonlóan járt el, mint Hruscsov, tehát először nem vette át a teljes körű hatalmat, nála is megfigyelhető egy ilyen átmeneti időszak, de kijelenthető, hogy a rendszere végére ugyanolyan személyi kultusz és ugyanolyan egyszemélyes vezetés figyelhető meg a Szovjetunió politikájában, mint az volt mondjuk Sztálin korában. Természetesen nem olyan durva diktatórikus jelleggel, hanem már ezzel a változásmentességgel, a meglévő helyzet állandósításával próbálta az emberek figyelmét elterelni a politikáról. Ő is egy ilyen
embercserét hajtott végre a kommunista párt legfőbb vezetői körében, a saját embereit ültette be a legfontosabb pozíciókba. Ugye a minisztertanács elnöke Kosygin lett, a legfelsőbb tanács elnökségének vezetője pedig Podgorny. Ezek az emberek mind Hruscsov következtében, illetve Hruscsov döntése következtében jutottak vezető pozícióba, és ugyanazok voltak, akik le is váltották Hruscsovot. Brezsnyev nevével párhuzamba vonható, illetve hát állandósú szókapcsolatként szokták használni a pangás, illetve az új személyi kultusz fogalmakat is. A brezsnyevi időszak egy ilyen nagyon hosszan elnyúló, merev, reformoktól és bármilyen fajta változástól elzárkózó korszakként vonult be a történelembe. Igazából jelentős események nem is történtek ebben az időszakban, hanem inkább arról beszélhetünk, hogy a brezsnyevi időszakban megpróbálták a lehető leginkább elnyújtani a meglévő helyzetet. A problémákkal nem foglalkoztak, vagy elfedték őket. Egy stabilizáció, egy mesterséges burok létrehozása volt a fő cél. Ugye a gazdasági változások azok elkerülhetetlenek voltak ugyan, de itt is inkább nem a rendszer szintű változásokról, vagy pedig rendszer szintű reformokról beszélhetünk, hanem a meglévő struktúra picikét modernebbé, picikét jobban működővé tételéről. Brezsnyev regnálása idején ugye a modernizáció volt a fő hangsúly, ugye a nyugati típusú kapitalista berendezkedésű fejlett gazdaságú országokban ebben az időszakban már a könnyű ipar, a feldolgozóipar, a finom gépgyártás, elektrotechnika, gépjárműipar volt a legfejlettebb, míg a Szovjetunióban még mindig az elavultnak nevezhető nehézipar és a hadipar volt a leginkább erős, és ugye ezen próbáltak változtatni, megpróbáltak a gépgyártást modernizálni, illetve a vegyipart is, de ugye az, hogy a Szovjetunió egy politikai és katonai szuperhatalom, és a hadserege az akkori világban a legnagyobb létszámú volt és a legelősebb volt, ezért ugye a hatalmát a hadsereg fennállásában vélte felfedezni, így egy ilyen kettős gazdaság jött létre. A Szovjetunióban a gazdaság egyik irányzata a hadiparra dolgozott, a másik irányzata pedig a civil szférára, de mindig a civil szféra volt hátrányban ebben a struktúrában. Ők is meg a Brezsnyev időszakában is megpróbálnak egy vállalati önállóságot beindítani, ez a 60-as évek végén indul be, ami pozitív dolgokat hozott, például a felsőbb ágazati szintű elosztásból beindultak a regionális eloszlása, ami azt jelentette, hogy most már nem a gépgyártást úgy általában Moszkvából felügyelték, vagy pedig a ruhaipart, hanem mondjuk Ukrajnában is gazdasági régiókat hoztak létre, amelyben az összes üzemet, összes kóhozt egy régióban belül irányították. Ez például azért volt előnyös, mivel az egy régióban lévő üzemek egymással kereskedhettek, jobban kiszámíthatták az áru keresletüket, a legolcsóbb helyi alapanyagokhoz juthattak hozzá. Negatívum volt azonban az, hogy a nagy ágazati átalakításokat ez meggátolta, és nem történt jelentős modernizáció ezekkel az átalakításokkal. A társadalmi életben is újdonságok jelennek meg Brezsnyev idején. Ugye 1980-ra tűzték ki a kommunizmus felépítését, ez nyilvánvalóan nem valósulhatott meg. Így ebben az időszakban kiadják az úgynevezett fejlett szocializmusnak az eszmét, amely szerint most éppen ezt építi a Szovjetunió, és ez az utolsó lépcsőfok a kommunizmus elérése útján. Ukrajna szempontjából fontos, hogy az 1978. április 20-ai dátum, ugye a Szovjetunió új alkotmányt követően az USSK is új alkotmányt kap, de ugye ez nem jelent lényegi változásokat, ugyanúgy benne van az alkotmányban, hogy a kommunista párt a vezető társadalmi szervezet.
Nagy változás, hogy ugye a nomenklatúra elterjedésével és ugye a kommunista pártnak a megerősödésével jár az is, hogy 1,2 millióról 2,7 millióra nő az ukrán kommunista párt tagságának száma. Ez ugye azért valósul meg, mert anélkül, hogy valaki belépjen a pártba, karriert nem futhat be ebben az időszakban. És pozitívumként jelent meg ebben az időszakban, hogy a ruhagyártás, a szolgáltató szféra és a különböző feldolgozóipar az fejlődésnek indul, és már a divatcikkek és az elektronos háztartási gépek, gépjárművek is elérhetővé válnak az emberek számára. A Brezsnyev halálát követően ugye három viszonylag gyorsan váltják egymást a pártvezetők, ugye ők még az elaggottakhoz tartoznak, ugye Brezsnyev betegségben húny el, majd pedig Jurij Andropov és Konstantin Csernyenko váltja egymást három éven belül a Szovjetunió vezetői székben, és így kerül 1985-ben Mihály Gorbacsov az ország élére. Ő már az egyetlen olyan, illetve az első olyan pártvezető, aki nem volt fontos beosztásban a II. Világháborúban, tehát az új generáció képviselője. Meghirdeti a perestroika, glasnost és uszkerenyije politikáját, amely egy teljes reformpolitikát hirdet, de amely gazdasági, társadalmi és politikai reformokat is magában vonz. Például a glasnost az az ilyen a nyitottság, áttekinthetőség politikája, ami például az állami médiának a visszaszorulását is jelenti. De ugye ez megbukik 1986. április 26-án, amely napon a csernobili atomreaktor robbanását követően egy nagyon súlyos atomkatasztrófa történik meg a mai Ukrajna területén, amelyről nem nyilatkoznak a hivatalos sajtóorgánumok, így mindenki számára egyértelmű válik, hogy ugyanolyan pártállami és ugyanolyan cenzúra figyelhető meg a Gorbacsov politikájában is, mint az elődökében, illetve a reformok nem lesznek sikeresek, és egy még nagyobb válságba keveredik az ország. Ezt a válságot ugye megpróbálják kezelni a politikai pluralizmus jegyében. 1990. márciusában történik meg az első olyan választás Ukrajnában a II. Világháború után, hogy több emberre is lehetett szavazni, nem csak arra, aki a Szovjet Kommunista Pártnak a tagságában tartozott. Megjelennek az új ideológiai alapon szerveződő pártok, mint például a baloldali, szociálliberális, neokonzervatív vagy nacionalista pártok, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak a Szovjetunió fennállása során, és 1990. május 15-én megkezdi működését az USSK legfelsőbb tanácsa, amelyen már nem csak kommunista politikusok vannak, hanem a demokratikus blokk jegyében több mint 100 nem kommunista tag is van, a maradék több mint 300 tag pedig a Szuverén Szovjet-Ukrajnáért frakció néven dolgozik. Ugye ezzel párhuzamosan az Orosz Föderáció területén sokak nem értenek egyet a reformokkal, pucskísérlet zajlik Moszkvában, amely megrémíti a tagköztársaságok vezetőit is. Félnek attól, hogy a hadsereg át akarja venni a hatalmat. Végül is ez a pucskísérlet nem lesz sikeres, ugye Boris Jelcin fellépése következtében, de felgyorsítja ez a folyamat a Szovjetunió szétesésének görgetekét. Ennek következtében például az ukrajnai legfelső tanács is 1991. augusztus 24-én kinyilvánítja Ukrajna függetlenségét, amelyet népszavazáshoz kötnek. Ez a népszavazás pedig a más szovjet tagköztársaságban is megtörténik. Ukrajnában 1991. december 1-én, amelyet egybe kötnek elnökválasztással is, és ekkor választják meg a független Ukrajna első köztársasági elnökét is, Leonid Krascsov néven. Már részt vesz azon a
a gyűlésen, amelyet 1991. december 8-án tartanak, amelyen ott van Boris Jelcin, illetve Suskevics orosz, illetve belorusz vezetők is, akik aláírják a független államok közösségének létrehozásáról szóló dokumentumot, amely lényegében egy tolvonással megszünteti a Szovjetuniót, amely a 20. századig legjelentősebb politikai és gazdasági államszervezete volt, és ezzel mai témánk végéhez is értünk. Remélem, mindenkinek sikerült valamilyen plusz információhoz jutnia, és szeretném megköszönni mindenki figyelmét.